Itt közben láthatták a spanyol csapat összeállítását. Bogdanovára külön fölhívnám a figyelmüket, hiszen az orosz válogatott kapusáról van szó, de egyáltalán a Mislatában sok az idegen légiós. A Herz FTC összeállítását már az előbb felsoroltam. Van Portugában román játékos, két dán, orosz, lengyel, és hát egy nagyon jó csapat, ezt mindenképpen tudni kell. Szokták mondani és írják mindenhol, hogy a gyengébbik valenciai együttes, de mivel a spanyol bajnokság ugye két csoportos, azt nehéz megítélni, hogy ebben az idényben melyik az erősebb valenciai csapat, mert várhatóan majd csak a döntőben találkoznak, gondolom. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, a képen pedig Sugar Tímea, a Herz FTC kapusa, a rendkedvéért fehér mezben, zöld csíkokkal a Ferencváros, pirosban pedig a vendég, a spanyol Ferobusz Mislata, és ahogy mondtam, a döntetlen már a továbbjutás jelenti. Bádár, gól! Remekül kezdődik a mérkőzés, a beállós pozíciójának Bádár Ildikó megszerzi a találkozó első gólját. Igen, a Pari Kim nagyon jól játszott, és szerintem most készültek arra, hogy ő ne tudjon áttövésből gólt lőni. Ez viszont eredményezheti azt, hogy a Párducnak több helye lesz beállóban. 16 gólt lőtt a Viborg ellen Farkas Ágnes az utolsó itthoni mérkőzésen. Reméljük, hogy a két jó játék és az előzetéket általán említett dánok elleni mérkőzés ötvözete Farkas Ágnes játékában majd megmutatkozik. Egy védés, Sugar Timitől itt az elején Farkas Ágnes. Bejártás középre, szépen jár a labda, kapufa, Gár. Ravikova engedte el, de a kapufáról levágódott a labda, szabad dobás. Nyílt Andrással beszélgettem, bocsáss meg, aki elmondta, és ezt te talán alá tudod támasztani, hogy nem annyira támadásban csillogó, amit a te játék a védekezésük inkább a variálató, és a többfajta játékrendszert megengedő. Reméljük, hogy ez majd itt a mérkőzésen is látszik. Igen, most 5-1-el kezdtek, de kint a meccső nagy részében 4-2-t védekeztek, tehát kifogták Sikerszit és Farkaságit. Gól közben a találat szerzője, Eismond. És abból nagyon gyorsan lerohantak minket, tehát azért az átlövőikre is nagyon figyelni kell, mert három igen komoly átlövőjük van, és mind a három poszton bevethető, mert három jobbkezes. A lengyel vendégjátékos szerzett gólt, a Valencia első találatát, 2 percet tart a mérkőzés, 1-1 az állás, Farkas Ágnes újra, gól! Bádár Ildikó második találata, tartott német András Sánchez-től a spanyolok beállósától, hát eddig Bádár Ildikótól jóval inkább kell tartani. Remélem, hogy ez így is lesz a meccs végén. 2-1. Portugál hölgyet könnyű megismerni. Ő kapja most a labdát, majd kapja vissza. Középen Eismond, az eddigi egyetlen spanyol gól szerzője. Andreu 77-esen 8 gólt lőtt nekünk kint. Vigyázni kell rá. Szóza. Szépen állítja meg Farkas Ágnes, szabad dobás. Igen, ezekre a kemény ütközésekre lesz szükség. Mert a Szózával és az Andreuval gyűlt meg nagyon a bajunk ki. Szükség van azért, ugye hallották a hangosan beszélőt, ahogy torta szakadtából Sugar Timi nevét kiabálja, gól! Gyönyörűen vitte be a labdát City Eszter, és megszerzi a harmadik Ferencvárosi találatot. Azért, mert hogy kijönnek az embereket, tehát ne támadják már a berohanásaikat, megakadályozva a Parit meg az Esztit. Az Eszti egy ilyen gyors váltással el tud mellett menni majd az ember mellett, és szerintem ebből még lehet gólokat szerezni. Belemenés, támadó szabálytalanság, Farkas Ágnes, a szenvedő alany. 3-1-nél újabb magyar lehetőség. City! Egyedül oldotta meg, és parádésan tette le a rövid alsó sarokba. Kezdődik a mérkőzés, a vártnál jobban. Bádár Ildikó adta meg az alaphangot, és most már ez volt a negyedik gól. Ő az, akit említettem, az előbb Andreu, majd Andreu
8 gólt szerzett, és egyébként is veszélyes. Süti! Újra ő viszi be a labdát, és egy újabb gól. A harmadik gólja Süti Eszternek. Pádár Ildikótól átvette az a bizonyos botot, és most nevezzük inkább karmesteri pálcának, vagy gólszerző pálcának, mindegy. Egy varázsütésre, 5-1-re a Herceg TC vezet. Időt kér rögtön, természetesen. Szenyer Rodriguez, a Ferrocsi FTC a Viborg ellenparádésen játszott az utolsó itthoni mérkőzésen. 29-23 lett a végeredmény, és akkor mindenki a szakmában azt mondta, hogy a Fradi ezt a játékot többször tudja hozni itthon és akár idegenbeli mérkőzéseken is részben, túlnyomó részben, akkor komoly esélyese lehet ennek az idei bajnokok ligája sorozatnak a Herz FTC. Utána a Hippo ellen egy vereség következett, 33-32, azt nyilatkozta Németh András, hogy 53 percig tudtunk úgy játszani, ahogy kellett volna, csak az a maradék 7, az nem sikerült. Na nézzük most azonban a spanyolokat, de a spanyolokat figyeljük, hanem Sugár Timit. Ez már a harmadik komoly védése. Igen, hát a múltkor már beszéltünk erre, hogy nekünk nagyon fontos, hogy a Timi jól védjen. És az is fontos természetesen, hogy most Ravikova nem a kapupát találja el, hanem a hosszú alsó sarkot. Lehet ez egy alap, hogy a Timi ilyen maga biztosan védjen, mert az önbizalmat ad a védőjátékosoknak is. Svetlana Bogdanova a kapuban, az oroszok kiválósága, a világbajnokság egyik hőse. Most nem tudom semmi maradandót alkotni. Leismann. Cipeli, aztán a kapufára teszi a labdát belővédekezésért. Büntető. Farkas Ágnes adott gólpaszt, de ahogy ő kiveszi az átlövőket, a spanyolok játékából rá is nagyon figyelnek. Sukás Tibea! Lehet-e még fokozni? A jelzőket nem, a teljesítmény bizonyára. Gól! És a külső sarokba vágódik a ferencvárosiak újabb gólja. Micsoda kezdés, egészen hihetetlen, 7-1-re vezet a Herz FTC, hát álmunkban nem gondoltuk volna. Igaz ugyan, hogy a Viborg otthonában 10 gólos vereséget szenvedett a Mislata, hiszen már tovább jutott a spanyol csapat, de akkor is. Sousa teszi tovább. Egy pont állítjuk meg, sárga lap. Kovács Veronika kapja a figyelmeztetést. Ő látható a képen. A mostani mérkőzésen szerintem sokkal jobban kezdünk, mint a Viborg ellen. Szerintem a játékosok se tartottak annyira ettől a csapattól, mivel kint döntetlen volt az eredmény, és ott is végül is mi engedtük ki a győzelmet a kezünkbe. Egy ejtés, szép elgondolás volt Tóth Tímeától, de belefújt a játékvezetőnek, különben is kapufa lett volna. Andreu, Sousa, Pelé, beleért valaki, igen. Marad a spanyoloknál a labda. Sousa, Leismann, Andreu. Leismann kapja vissza, Sousa, figyeljünk a portugálra, Farkas Ági odalép. Ettől függetlenül gól. Csak a második spanyol gól. Ritkán láthatóan magabiztos, látványos, jó kezdés. 7-1 volt az állás, most ezzel a góllal 7-2. Farkas Ágnes. Tovább teszi Farkas, Pádár Ildikó próbálta bejátszani, szabaddobás, eltüntették ott a parketta alatt szinte Pádár Ildit. Benyás tette középre, Pádár jön ki a labdáért, Farkas Ági.
mindenképpen Mravíková, aki lőtt már egy gólt, és lőtt egy kapufát, és akkor megijedtünk egy-egynél. Nem kellett volna, most már tudjuk. De a mérkőzés vége az... Hát a mérkőzés végét ne várjuk, hogyha továbbra is így játszik a csapat. Farkas Ágnes első gólja, váratlanul, takarásból, kicsit megalázó módon láb közé. Csak hallgatsz és mosolyogsz itt mellettem. Igen, mert annyira tényleg most nagyon jól játszik, összpontosít a csapat, hogy igazából ebben nem is lehet nagyon beleszólni, teszik a dolgukat, és minden támadást dedikálisan góllal sikerült befejezni. Szabadobás, keményen és jól állítjuk meg, ezt mondott második alkalommal immáron fél percen belül Andreu. Ő kapja vissza. Souza. Ezt bevédte, mondhatjuk úgy, de hát nem mondjuk így. Gól. Igen, egy picit a Timi előbb indult el a lövésnél, és inkább ő a hosszú sarokba vált a labdát. Le is maradtunk egy kicsit azért Souzáról. Igen, most. Egy picit közel engedtük, azért nem szabad ennyire, szóval nem kell az, hogy megérezzék, hogy milyen gólt lőni. Hádár Édikó, Farkas Ágnes! Gól, bent van! Érezte ám, Bogdanov, hogy vissza kell nyúlnia a sarok felé, vissza is nyúlt. A labda fittyent hányt arra, hogy jól gondolkodott az orosz kapus, és begurult a gólvonalon túlra. Nekünk is lehet szerencsék. 9-3. Periódusok vannak eddig. Pádár Ildikó kezdte, aztán Siti ezt folytatta, majd most Farkas Ágnes, és közben azért Mravíkováról és Lővi Dóráról ne feledkezzünk meg, ők is betaláltak egyszer-egyszer. Souza elvéti. De marad a spanyoloknál alatta, amivel a Rojo összetette. Szabad dobás. Nagyon jó védekezünk, szerintem ezt is el lehetett volna venni támadó faltőt. Souza, a Rojo. Bele. Ez belemenés, így van. Rögtön észrevette a bíró, és mi jöhetünk. 9-3. Megnézhetjük még egyszer. Vitatkozni sem nagyon lehet rajta, a labdát azonban majdnem elveszítjük elől, sőt el is veszítjük. Figyeljünk, figyeljünk! Bradley! Lépés miatt, miénk. Farkas Ágnes. Souza állította meg. Most már meg kell állni ezt a megvárni a cseréket. Picit belekapkodtunk az előbb. Alig több mint 10 percre tart a mérkőzés. 6 gólos ferencvárosi előny, 7-1-re meglépett a Herceg TC rögtön az összecsapás kezdetekor, azoknak mondom, akik esetleg később kapcsolódtak be a mérkőzésbe. Azóta egy kicsit kiegyensúlyozottabb a találkozó, de jól játszik a Fradi. Farkas Ágnes. Ellőtte Tóth Tímea, lepattant az egyik védekező kézről, de marad nálunk a labda. Benyás tette vissza. Farkas Ágnes, kapufa. Ön Timinek egy picit bátrabban kellett volna rámenni, és nem akkor ő is be tudta volna lőni. Sárga lap, Farkas Ágnes kapja. A második sárga lapos figyelmeztetés a Ferencvárosnál, a jó védekezésnek ára is van. Igen, kicsit visszavonulás, benne van. Végig táncol, ott a vonal előtt, aztán beviszi Farkas Ágnes mellett, vagy legalábbis próbálja bevinni Ági mellett a labdát, de Tóth Tíme is ott volt azért, itt láthatunk a lassításból. Souza! Andreu! Gól! Igen, rá azért jobban ki kell lépni, mert ő kint is eléggé megszólt minket. A jó kezdésnek azért meg lehet a böjtje is. Reméljük, hogy itt ezzel nem kell szembesülnünk a folytatásban. Jelenleg most 9-4 az állás, tehát nyugodt, magabiztos előny és nyugodt játékot eredményezhet. Ez megpattan! Most Bogdanova megfogja. Ismét Tóth Tími emelkedett föl és vállalkozott. Sanchez le mellé. Szerencsére mellé, kintről Brati próbálkozott. Farkas Ágnes kezében a labda.
Igen, most visszajött az Eszti, mert be kellett kötni a lábát, mert szerintem vérzett, és leküldték a játékvezetők, úgyhogy megint a megszokott kezdő csapat van fönt. Úgyhogy remélem, ettől is egy kicsit megnyugszik, mert most már illene gólt lőni. Navarro mellett, kapus cserélt közben, Sonya Rodriguez, és Navarro mellett, Benyács be azért belövi a labdát. Igen, hát bár minden így sülne el, hogy amit itt mondunk, az akkor úgy lesz. Souza. Arrótól kapja vissza, Aró, egészen hátra kerül, Andreu, kapufa! Fölpattant a kapufáról, Terencse, ez tény, de ezzel ne törődjünk. Farkas Ágnes, pontatlan a visszaadás, nem jutott el a labda Kovács Veronikához. Szép volt, Bravikova érkezett vissza, de kellett azért ott középen Siti Eszter segítsége is. Látszik a csapaton, hogy ha elveszítjük a labdát, akkor is jövünk vissza, és szerintem is ez a legfontosabb, hogy ne veszítsük el soha a fejünket, mindig csináljuk meg mindent pontosan, és akkor nem lehet gond. Benyács, Siti, Benyács, nagy játék! És eredményes befejezés, és sárgalap közben, mert Pádár Ildikót lökte, ha jól láttam, Bratli, ő kapott sárgalapos figyelmeztetést. Na nézzük a lassítást! Szépen ment a labda, és Pádár Ildikó megszerzi harmadik a csapat 11. gólját. Sok-sok jó teljesítmény, és az egész együttes remekül játszik eddig. Ezt kell tartani. Az első félidő felénél járunk különben. 11-4, mint látható a képernyő felső sarkában. Andreu, egy védekező kéz, Tóth Tímea tette oda a karját. Souza, Aró, Fugáti Mim, Farkas Ágnes, Siti tovább teszi, megállítják keményen Kovács Veronikát, szabad dobás. Azt hiszem megint minden a régi kerékvágásra megy, ahogy elkezdtük a meccset. Úgyhogy szerintem a nézőknek se kell annyira érkülni. Nekem meglepő, hogy Kovács erre, illetve Tóth Timi sokszor jön előre, és többször helyzetre is kerülnek, viszont nehezzel foglalkozunk, hanem azzal, hogy Benyás megszerzi második gólját, méghozzá egy gyönyörű keresztmozgás után visszalövi. Itt lehet látni, az alsó sarokba nyújtózkodik a második számú kapus Navarro, de csak nyújtózkodik. A Tóth Timi és a Kovács a fontos részei a lerohanásnak a védekezésből, úgyhogy azért van, hogy ők még cserélnek, hanem a lerohanás után csak. Tehát ezeket edzésen azért rengetegszer gyakorolják védekezésből lerohanásokat, hogy milyen szituációk lehetnek. Erre is rákészült az András, hogy letámadás lehet a Farkaság és a Siti Eszti felé, akkor bejátszani a Kovács Verának, és akkor megkerülni a védőt, utána menni. Tehát rengeteg munkának a Eismond tette tovább, Andreu, lepattan a labda, Eismond megy érte, Navarrótól kapja meg. Andreu, Areia, szabad dobás. Andreu, Eismond. Tóth Timinek így nehéz gólt lőni, és remekül kapta meg a palat, vagy a védekező kezeket a magyar kapus. Talán ezért is van könnyű dolga. Farkas Ágnes! Egy pillanatra megállt gondolkodni, de valami jó dolog jutott az eszébe. Nem volt itt gondolkodás, bocsánat. Csodálatosan lőtte a felső sarokba. Lassan-lassan közt 10. Igen. 13-4. Kezéről. De tényleg olyan a játékképe, hogy mintha nem is vagyunk mi most épp a csoport elsővel játszanánk. Igen, azért nagy kérdés, hogy vajon mennyire szeretne
a Mislata a Ljubljanával játszani a címvédővel, vagy ilyen nincs szerinted? Szerintem nincs, inkább az lehet, hogy a játékosok már egy picit jól lakottak, hogy tovább jutottak, és úgy gondolják, hogy mivel ott X volt a mérkőzés, talán itt nincsen esélyük nyerni, és lehet, hogy nem tudtak úgy lelkileg fölkészülni. Az, hogy a Ljubljana vagy a Skopje, szerintem most erősebb. Mi játszottunk a felkészülés idején nyáron mind a kettő csapattal, és azt a Ljubljanát biztosan vertük, a Skopje meg biztosan vert minket, tehát. Egyébként Skopje Volgograd, valamint Ljubljana, Lublin mérkőzés, a D-csoport programja a zárófordulóban. Várhatóan az eredmények alakulása majd azt hozza ki, hogy a Krim Ljubljana végez az elsőjén a D-csoportban. Bizonyára tudják, hogy a Podgorica vezet a D-csoportban 8 ponttal, a Dunater 6 pontos, és idegenben játszik a másik spanyol csapat ellen, az erősebbnek mondott Valencia együttes ellen. Meglátjuk majd. Pontot kellene szerezni, nem lesz könnyű. Souza. Andreu. Totti, megvan! Jó lakottságról egyáltalán nem lehet beszélni, hiába vezet magabiztosan a Ferencváros. Totti mi hozza a bravúrokat megint. Bravikova! Gól. Ha esetleg nem lenne nyilvános. Megcsinálja gyönyörűen, szinte elfekszik a levegőben, és kicsit a kezek között mellett a felső sarokba talál. Souza, kapufa, köszönjük szépen! Hát erre szokták mondani, hogy jó kapustatunk, és ugyanolyan gólokat, megoldásokat, ahogy Mocsai Lajos mondta, mint az első fél időben. Andreu, eddig ő, valamint Souza a két legeredményesebb, Sugar Tima is eredményes. Az ő eredményessége természetszerűleg nem gólokban mutatkozik meg, hanem védésekben. Abból pedig jó néhányat bemutatott. Siti. A magyaroknál eddig 4 gólt szerzett. Mravikova, valamint Siti Eszter és Barnas Ágnes. Hogy a legtöbb találatot szerzők nevét említsem. Siti. Forgulódik egy kicsit, aztán jól adja tovább Benyásnak. Farkas, figyelnek rá, borzasztóan figyelnek rá, majdnem kitöri a térdét Sitinek, ezt mond. Farkas megpróbálta visszatenni Sitinek, de nem jutott el a pénzet az alapda. Sanchez belövi. Spanyol góllal kezdődik a második félidő. A harmadik gólja, valaképpen látható, meg van a Sancheznek, aki elvileg beállós szokott játszani. Az András szerintem kérte a félidőben, hogy ne menjünk bele ilyen fél megoldásokba, amit most az Ági csinált. Szóval nem szabad semmiképp se elbízni magunkat, mert a 7 gól az 6-7 perc alatt megfordítható. Szerinted kérte, vagy kérte? Mert hogy ugye elárulhatjuk a nézőknek, hogy leszaladtál azért a szünetben. Nem, hát kérte. És tényleg az a veszély, hogy ugye tényleg megnyugtatóan vezet a csapat, úgy néz ki, hogy jobbak is vagyunk, és akkor ilyenkor hajlamos a... Én mint boltjátékosabban indulok egy kicsit leülni. De hogy úgy érzi az ember, hogy na megvan, nem kell már úgy figyelni, és ez megbosszulhatja magát, de szerintem azért tudják a lányok, hogy azért ez még nincs lefújtva, szóval azért ugyanúgy kell küzdeni. Óha, Farkaság, ez hűd eladta ezt a labdát. Souza, kíséri, fogja, húzza Kovács Veronika, próbálja megállítani, meg is állította tulajdonképpen. 18-12, eddig egy spanyol gól, más semmi. Ne így folytatódjon, Souza. Egymond. Hát így van, remek bírói döntés, Mravikova, be kell lőni, kapufa. Ezzel be kellett volna szerintem ugrani. Elkapkodta egy kicsit igen, talán. Igen, és mondom, ne legyünk mi idegesek, hogy
vezettük. No, hát nem úgy kezdődik a második félidő, hogy az első, de folytatódhat jócskán úgy, hiszen alig 3 percet tart ez a játék rész. Sousa, ezt mondhatta tovább, Andreu, Sousa, ők hárman azok, akik legtöbbet vannak játékban, hogyha ilyen százalékos kimutatást tudnánk készíteni, akkor talán 80%-ban náluk van a labda. Kapufa, visszapattan azonban Andreuhoz, Sousa, szépen csinálta. Fájért mondanom, de szépen csinálta. A negy a portugál hölgynek, Juliana Sousának. Mindenképpen gólt kéne lőni, hogy egy picit átbillenjünk ezen a holdponton. Farkas Ágnes harmadik eladott labdája. Szokták mondani, hogy ő néha hajlamos a zseniális megoldások után könnyelműségre. Farkas lepattan, marad nálunk, mert megtámasztották elég keményen a kezét. Igen. Mondjuk belülvédekezésre lehetett volna 7 méteres. Gól! Helyre billentette lelki egyensúlyát, no meg a miénket is Farkasági. 19-13, nagyszerűen lövi el. Sousát egy kicsit fölemeli, megvárja, míg visszahuppan, és akkor lövi. Ott. Igen, szerintem ő is hetest akart az előbb kiharcolni, de azt hiszem egy nemes bosszú volt. Andreu. Sánchez hozott keresztbe. Araujo. Araujóval szemben szabálytalankodtunk. Sánchez végzi majd el a szabad dobást, a képen pedig Kirchner Erika. Most bejött. Le a szélre, gól. Egy újabb spanyol gól itt a második félidőben. Bratti a találat szerzője. Nem maradt róla Mravíková. Ez az első gólja a képen látható szélsőnek. És 19-14, 5 gólos különbség. 3-1 a második félidő állása, nem nekünk. Siti. Ott végig. Ott a hely, kapufa! Beleért az orosz kapus, visszaállt Bogdanova. Sousa! Most már kezd egy kicsit sok lenni. Sousának az 5. gólja. 19-15, 4 gólnyi különbség. Amit az előbb mondtál, az továbbra is igaz. Gól, gólok kellenének, hogy megnyugodjunk. Siti. Elindul egyedül. Ajajajaj. Igen, egyel több volt, a faltos volt. Előbb észreveszi, akkor szerintem meg tudta volna 3-ból oldani. Badár. Próbálja egyedül bevinni. Önnakad. Önerő karjain. Benyács. Siti Eszter, Farkas Ágnes. Benyács be a kénytelen visszafordulni. Le a szélre. Kirchner befordul. Hú! Nagyszerűen csinálta Mravíková. Löktek rajta egy nagyot. Pedig szép elgondolás volt. Egészen kiszorított helyzetből Kirchner próbálta megoldani, nem sikerült. Sousa. Araujo. Semmi. Kirchner Erika mehet. Robokat Kirchner. Nem sérült, hát persze, hogy nem sérült. Vagy egy kicsit, de ez nem látszott rajta. Igen, az ellenek hallatlan nagy akarat ereje van, szóval szerintem biztos nagyon fáj a lába, de ebbe az extázisba szerintem elfelejti egy picit, és majd este biztos nem tud majd menni se vele. 20-15. Kirchner Erika, aki az első félidőben nem lépett pályára, most itt a kezdeti bizonytalanság után Németh András pályára tette vagy küldte, és lőtt egy gól.
Húha! Ez nagyon eltalálta. Andreu-nak tetten jó keze van. Nem szabad ennyire hagyni, hogy ilyen tisztán előjön a labdát. Mindenképpen ütközni kell egy kicsit, széttördelni a játékokat, mert nehogy aztán itt önbizalmat szerezzenek. 20-16. 4 óra följöttek a spanyolok. Még. Siti, Farkas Ágnes, ott volt a hely, szétnyílt a fal. Igen, Siti előtt nem vette észre. Igen, végig vihette volna. Farkas. Siti, megállítják, Farkas Ágnes kapja. Rémizget egy kicsit, Benyács. Bravikomának szánta, álcsúcson vágták. Persze, hogy nem volt pontos az átadás. Ezt mond. Egy újabb gól, Bradley a második gólja, itt a második félidőben és egyáltalán a mérkőzésen is. Két dán játszik, Summer Brundot még nem láttuk a pályán. Lehet, azonban igen. Ez a három, ez most egy kicsit olyan, az előző félidő az nagyon jól sikerült, ez most kevésbé eddig. Farkas Ágnes, majdnem pontatlan volt Kirchner, nagy játék, gól! Megmentette Kirchner Erika megint a már-már veszni látszó helyzetet. Ez nagyon szép passz volt, nagyon jó helyzet felismerés, hogy ez egy az, hogy labdát szerzett tulajdonképpen, és aztán egyből egy gólpasszt adott. Nagyszerű megoldás. Kirchner Erikát dicséri, aki lőtt egy gólt és adott egy volt érő, volt passz. Két kapufa megvan, Sugár Timi levetődik, levágja magát oda a parkettára, és kihalászta a labdát. Szerencsénk volt, de milyen szerencsénk volt. 21-17, na most szerezünk gyorsan egy gólt, és akkor talán minden rendben lesz. Mravikova, így van! A rövid fölsőbe. Mondtad, említetted, hogy mennyire tudja variálni a lövéseket, hát lőtt kettőt vagy hármat a hosszúban, most egyet a rövid és egyet is. Nem ütközünk annyit a lövőkkel, ahogy az első fél időbe tettük, nehezebb helyzetbe hozzuk a Sugár Timit. De azt hiszem, hogy néha kell egy kis szerencse is a győzelemben. Szóza, Andreu, ő egyedül indul, bejátsz a középre. Amit ott kapott középen Eismond, azt nem fogja könnyedén elfelejteni. Andreu, Andreu-nak figyeljünk, Szóza, szabad dobás. Most helyreállt a rend a védekezésben. Kilépünk természetesen Andreu-ra, amit nem tettünk meg 3-4 perccel ezelőtt, most megtörténik, nem is tudja ellőni természetesen. Szabadulás újra Valenciának. Eismond mellé. Igen, így ki kell menni ütközni, és egyből belezavarhatok ők is az átlövésbe. Farkas Ágnes. Kilökik a falból Kovács Veronikát, és akkor lejön Kovács, és jönnek Pádár Margiték, vagy Pádárék, talán így jobb a megfogalmazás. Pádár Ildikó és Pádár Margit. Hatos. Pádár Margit. Belemenést fúj a játékvezető. Gauza. Egyedül indul, két embert átfűz. Kovács Veronikát nem. Kiállítás szövegért. A róhó az, aki fölró valamit, az egyébként ukrán játékvezetőnek. Igen, szerinte szabályos volt a gól, és ezt nehezményezte, hogy a játékvezető lefújta. A kicsit négy lépéses akció. Andreu, ember előnyben a Hertha TC. A mérkőzés folyamán először, mi kétszer játszottunk ember hátrányban, ahol a kiállítás még nem volt a spanyolok. Hát azt hiszem, hogy most is szerencsénk volt egy kicsit. És akkor nem mondtunk semmit. Zsibé, Farkas Ágnes, Mravikova, na most! Jó! Katerina Mravikova, roppant mód eredményes. A
hatodik gólja. Ezzel ő a csapat legeredményesebb játékosa ezen a mérkőzésen. Andreu. Kevesebb játék Csobotáról, egy gólt szerzett 7 méteresből, most ő a pályán. Kirchner. Szép játék, Mravíková. Mondanám, hogy nem tud hibázni, de egyszer hibázott, összesen 8-ból, azért az nem semmi. Igen, nem, bocsánat, kétszer, mert őt egy kapukát is. Igen, meg itt a másik. Végülis itt a másik példa egy könnyebbet rontott el, ami abszolút tízszer volt középről, azt hibázta. De azt hiszem, hogy amióta itt játszik a helyzetkészével, szerintem most mutatja a legjobb formáját. Szlovák játékosról van szó. Játszott a Pozsonyban, és valóban az eddigi legjobb teljesítménye Ferencvárosban. De tudni, hogy mi mondja, akkor neki érdemes elindítani, mi ebben nem tudott beleérni. Nem volt szerencséje, visszapattant a kapufa éléről a hátára a labda. Igen, hát ez meg volt, de mondjuk előtte volt 2-3 lövés, amiben viszont szerencséje volt. Kirchner Erika! Oh. Nyakon lőtte az orosz kapust. Bogdanovát. Pádár Ildikó marad nálunk, ez a legfontosabb a történésben. Ejj! Kenyács! Hogyha lenne kötél, akkor akár boxmérkőzést is rendezhetnének. Mravíková, Kenyács be. Farkas. Bogdanova kiszedte, és a spanyoloknál a labda. Hát elvileg ugye ember előnyben játszottunk, 2 percig, 24-18. Az eredményben ez nem derült ki, Kirchner csípte volna el a labdát, nem sikerült. Gyors csere, Benyács jön le, és a robogba a pályára. Ez 2 perc, és vitatkozni sem lehet. Mert a harmadik. Sajnos igen. Az az érdekes benne, ugye a harmadik 2 perces kiállítása, ezért jár a piros, de az az érdekes benne, hogy abban a pillanatban lépett a pályára, és ugye befele rohantával. Igen, igen, a lendület csak igen, előbb le kellett volna lassítania, és hát igen, ez egy kicsit buta dolog volt. Kár. Főleg, hogy az ember tudja már, hogy van 2 kiállítása, tehát akkor egy picit óvatosabban kell védekezni. Lauza, meg lehet szerezni, nem sikerült. Ez is 2 perc. És azért nem vitatkozunk rajta, Kovács Veronika megy ki, mert hogy én úgy láttam, hogy már levegőben volt. Hát végülis ezt én nem nagyon szoktak, mert szépen megtartotta szemtől szembe, tehát igazából nem nagyon szoktak. A 7 méteres az teljesen jogos, de... A második gólja mind a kettőt, 7 méteresből szerezte. 2-3 háttal a Ferencváros. Ezt valahogy lényegezzük, hogy az egyikből másfél perc, a másikból 1.45 van hátra, 15 másodperc eltérés. Farkas Ágnes az után játékvezetővel, Valentin Bakolyával egy kicsit beszélgetett. Nehéz periódus ez most. Farkas Ágnessel szemben a szabálytalanság. Eismond volt az, aki lökött rajta egyet. Természetesen áll az óra, hogy ne húzzák az időt. Igen. A ferencvárosi játékosok, fáj ez nekünk. Kirchner. Megpróbálja bebirkózni magát. Elővédekezés volt. Igen, szerintem. Igen, meg be is fért végül is két ember között, és a lövés pillanatába fújták le, szóval nem volt ez sok lépés. Azért fújnak így, hogy a büntetés tényleg büntetés legyen. Igen. Egy picit most nem szeretnek ebbe a pár percben minket. Mi se szeretjük őket. Farkas Ágnes. Kirchner Erika. Elviszi keresztben. Farkas Ági. Nem szabad előni, de közben lassan el kell, mert passzív miatt fönt volt a keze a játékvezetőnek. Elveszik a labdát. Sanchez. Hárman vagyunk hátul, 4-gyel szemben. Andreu teljesen üresen. Bratli. Oh!
Oda húzta a kezét Sugar Tibi, ahova kellett. Kircsör Erikát ellökik, mehet tovább. A Rojo, Rati ezt is megfogja. Sugar, nagy pillanatot fog meg, nem sikerült. Nem baj. Azzal is állt a kérdés. És német András Reklamál föláll, mutatja neki az ukrán játékvezető, hogy fogja vissza egy kicsit magát, íme itt látható kollégáim rögtön meg is mutatták önöknek. Német András most már nyugodt, most már visszafogott úriember. 20 másodperccel ezelőtt látták volna. 24-20. Na most fújja ki magát. Hát volt egy belemenés, amit nem vettek észre, és akkor miért lett volna alatta, és ebből kaptunk végül is egy Kirsten ér a labda. Még van 5 másodperc. Az egyikből 2 perc. 2 percre kiküldik André úr. Akkor, amikor tulajdonképpen letelt az egyik kiállítás, a másikból 17 másodperc van hátra. Na, mi leszünk emberelőnyben? Hamarosan. 4 gólos különbség. Hát, jóval nehezebb a második félidő, mint az első. Egy kicsit mi is nehézé tettük az elején, elkönnyelműsködtünk megmozdulásokat. Ennek iszik most meg a levét talán. Bravikova, Benyács, beviszi, gól! Bebirkózta, bebrusztolta a labdát valahogy végül Benyács Bea. Az utóbbi időben a jobb oldalunk egy kicsit gyengébb volt, mint ahogy szerette volna a csapat, és mindenképpen sokat számít, hogy a Benye is vállalkozzon gólokat lőjön, levegye a terhet a Fariról meg az Esztiről. Másfél percig ember ellenében a csapat. Másfél perc, kellene egy kicsit gólt lőni. Azt már nem is mondom, hogy a védekezésben mi a követelmény. Csabatáró. Mond, Sugar Tímea hiába fogja meg, szabad dobás, még egy perc, legalábbis az ember előnyünkből, de a spanyoloknál alatt a Souza, amennyire ő spanyol. Jó indítás, Bravikova, megy, Mecsiti, Szózát fejbe tajálja, Bravikova, sajnos vagy nem, de a spanyolok mindig. Szabadarú, Souza. Leteszi a szélre, az idővel játszanak. Szobotaró tovább tudja adni. Ő az, az általam már említett másik dán, Maja Sammerlund, termetes hölgy, és lőei volt. A ketten maradtak ott a lövőn, és be tud menni a behány. Ez olyan partaság is volt. Igen, ez a legegyszerűbb dolog. De ilyen egyszerű, akkor miért nem csinálja mindig? Hát egy kicsit néha szeretjük túl bonyolítani. Souza. 26-21, 5 gólos különbség. Tulajdonképpen azért aggodalmaskodunk, mert a 7-8-9 gólos előnyből lett 3-4-5 gólos előny, de egyébként ez a 26-21-es különbség akkor, amikor 10 percen belül vagyunk, nem rossz. Jó. Mellé, szépen mellé lőtte Eismann. Farkas Ágnes fájlalja a váját. Siti, Pádár Margit egyedül. Ezt kell csinálni, gól. Egy pillanatra, mint hogyha kiadta volna a labdát, volt egy olyan momentum. Ott is maradt a hely. Igen, az a jó, hogy legalább ő is betalált, egy kicsit ettől megnyugszik most már. Természetesen letelt a spanyol kiállítás. Kiegészült mind a két csapat a viharos percek után. Siti Eszter. Lejön most Pádár Margit és Kovács Veronika, Benyács és Pádár Ildikó lép a pályára. Pádár Ildikó az elején villogott, de az a 3 gól az megadta az alaphangot. Benyács pedig szintén 3 gólos, ő úgy szétszórta az eddig látott percek alatt. Szóza vissza paskolja, de belépett, illetve vonalra lépett.
Igen, illetve hogyha hazaadja végül is, most már nem 7 méteres sem befelé szabad dobást kell ítélni, tehát... Szabad dobás. Farkas. Siti, 7 méteres. Na ezért viszont 7 méteres kell ítélni. 27-21, és ahogy fogynak a percek, telik, múlik az idő. Egyre inkább gondolkodhatunk abban, hogy mi lesz majd a folytatásban. Ugyanis Farkas Ágnes megszerzi 7. gólját, a másodikat 7 méteresből, és ezzel 28-21-re vezet az újra nagyszerűen játszó Herceg TC a Valencia ellen. Szauza. 2 perc. Siti. Farkas Ágnes kérdezi, hogy miért. Sommerlund elterült. Hát igen. Hát itt aki érte a húzta. Ahány kéz volt, az fogta a mezét. Azt hiszem, hogy mindenképp jó időszakban volt rossz periódusunk, mert a második fél idő elején még ebből lehetett váltani. Csogotáru közben a harmadik büntetőből szerzett gólját ünnepelhet, de olyan nagyon nem ünnepelhet a román játékos, mert hogy a Herceg TC 28-22 arányban vezet a Misztata ellen. Farkas Ágnes. Most Erika. Benyárt be a... Aj, az nagy védés volt Bogdanovától. Ezt mondta, szinte ellépte volna. Gól. Bratbiát, hogyha így játszik a szélen, akkor miért nem szerepelt az első játék részben? Én ezen gondolkodom. Nem bízott benne azt a feltetésület. Ráadásul itt a lassításból megállapíthatjuk, hogy most már a harmadik, összesen 4 gólt, de a harmadik olyat lövi, ami így a vason pattogva érkezik a hálóba. Szép látvány, csak nem ilyenkor. Kirchner, ez viszont szép látvány ilyenkor is. 6,5 perc, Kirchner Erika. Amikor kellett, lőtt egy gólt, aztán adott egy gólpaszt, azzal jutott túl a csapat a holdponton, és most megszerzi második találatát. Szauza. Sugártini. Térdel. Kényszeríti. Reméljük térde majd a Valenciát, de még hátra van azért, több mint 6 perc. Sugártini újabb védése. 29-23. A magyar kapus a képen, aki az első félidőben is, és a második játékrészben is remekül védett. Siti, letelt a kiállítás. Újra a pályán, Siti Eszter. Benyács, Siti, Farkas, Pádár Ildikó, időkérés. Szanyad Rodriguez kér időt, vajon ilyenkor most mit mondhat csapatának? Nem, ez ki kérte ezt az időt, az akkor András kérte. Én úgy láttam, mint hogyha a Rodriguez kérte volna. Elnézést. Szerintem most már csak... Ugye a játékképében szerinted mi van benne akkor, amikor 29-23-ra vezet a Herceg TC 6 góllal? Hát semmi annyi, hogy a játékosoknak nem kell rohanni, az eredmény után nyugodtan játszhatunk az idővel, minél több partra kell törekedni, ha kivédekezünk egy támadást, nem kell lerohanást kezdeményezni, nem kell kockáztatni, esetleg egy hosszú passz. Farkas Ágnes. A Fari azt tudja nagyon tartani.
tartani a labdát, mert ebben nagyon rutinos. Benyáncs. Zsidi. Farkas Ágnes. Levágódik a lövése. Sajnos nem hozzánk. Vratli hozza el. Belövi. 5 gólos. Mindez a dolgok a második védekében szerezte a Teodorus Miszlata. Elkiabáltam, hogy a Fari tudja tartani egyből. Rám akart száfolni, hogy most megpróbálja előni. 29-24, aggodalomra semmi jog egyelőre. Itt láthatjuk még egyszer az ötödik. Hannes Tine Bratli gólt. Benyás. Siti. Benyás forgolódik, belőtt nagyon keményen Pádár Ildikót. A vonalon belőle szabaddobás. Pádár Ildi. Siti, Benyács. Ebből nem kell tovább, nem kéne tovább adni, hanem megvárni a faltot. Csak szabadulni akar a Benya a labdától. Így kellett volna már 2-3 alkalommal. Előbb-utóbb passzívot fognak. Igen, most el kell lőni. A bírák, Benyács. Bogdanova a miénk. A miénk így tökéletes. Húztuk az időt, eltelt vagy fél perc, aztán egy olyan lövés következett, amely végül az oldalvonalon kívül hagyta el a játékteret. Ezt most elkapkodta Siti. Igen, de ezt is lehet, hogy már lefújták volna passzél. Haró! Fugát émelje. Hát jól alakulnak az utolsó percek egyelőre. Nincs gól, nincs látványos játék, de valószínűleg az történik, amit Németh András kér. Persze az ilyen támadások, spanyol támadások nincsenek benne, mint például ez. Aroho, figyeljünk rá! Nem tudunk figyelni rá. Igen, elvették kétszer indulásra, én sem figyeltem igazából, hogy az volt-e vagy nem az esztinő. Mindenki csodálkozott. 29-25. Most azért lőjünk egy gólt. Hát, 3 perc van még hátra, és akkor mindenki megnyugodhatna. 29-25 a találkozó állása, és meggyőződésem, hogyha most lő egy gólt a Fradi, akkor az már a csoportelsőséget jelenti végérvényesen. Így is nagy a valószínűsége, azt gondolom önök is látják, de azért még majd 3 perc hátra van a mérkőzésből. Farkas Ágnes, fogják, húzzák, fönn akad valósága Sanchezen. Pádár Ildikó, Siti Eszter, Benyás Beam, Ravikova! Megfogja Bogdanova. Igen, most kellett volna megint föllőni. Rontott a statisztikáján Ravikova. Souza, rögtünk rajta egyet, de utána olyan könnyen engedtük be, mint hogyha otthon lenne. Pedig nincs otthon. 29-26. Miért kell izgalmassá tenni a végét? Túlságosan nyugodtan kezdtünk talán adogatni. Igen, túlságosan megnyugodtunk. Benyács, Siti, Farkas, Pádár Ildikó, Benyás Bea, Farkas Ágnes. Még 2 perc van hátra, gólt kell lőni, Pádár. Bogdanova óriásit védett ám, és 7 méteres. Pádár Ildikó pedig, hát ezért lassan néha már elege lehet ebből. Igen, hát szegény. Hosszú-hosszú évek alatt ahányszor őt bele döngölték a földbe, ahány pofont kapott. Nehezen viseli már haverik, szóval... Farkas Ágnes! Gól! Itt a vége, mondom ezt úgy, hogy nincs még vége. A 8. gólja Farkas Ágnesnek, nincs 17, nincs 15, van 8, de ez a 8 is nagyon-nagyon fontos. Souza, másfél perc, 30-26, a Herc FTT, kedves nézők, a C-csoport első helyéről várja a folytatást. Azaz, a legjobb 8 között idegenben kezdhet majd Németh András csapata, valószínűleg a Ljubljana ellen, és utána a visszavágóra ikerő sor a Népligeti csarnokban, abban a csarnokban, amit ahogy önök is tudják, és látjuk is, szóval ahol félelmetes hangulat uralkodik, ahol nagyon nehéz nyerni egy jó jár, esélye még közéjutásra. Voltak megingások, az első fél időben nem, akkor hengerelt, akkor remekül játszott a csapat, akkor nem volt rossz megmozdulás, aztán a második játékrész elején egy kis bizonytalanság, eladott labdák,
néhány spanyolgól fölzárkóztak a spanyolok, három találatra volt 9 is a lelő, ne felejtjük, de a végén megnyugodhattunk. Lehet, hogy most Sanchez gólt lő, nem lő gólt, mert ellőtte lábbal, és tudással segítette a labdát, még 10 másodperc. Farkas Ágnes szépen ballag, Siki, ha legyen még egy gól, hogy visszaálljon az a második félidőben megszokott közte őt. És mondhassuk, hogy ez az öt, ez valóban ötös. Kirchner, Farkas, oh! A nagyszerű befejezés! Remek találat, 9 gólt lőtt Farkas Ágnes, és mellettem tökényvel csak mosolyog. Igen, gondoltam, hogy megpróbálják. Nem adta meg, most hallom a rendező kollégára kiabáló, hogy nem adta meg a bíró. Nem baj, akkor is szép volt. De nem voltál nagyon túl, szerintem. Na mindjárt. Én nem vigyeltem az órát. Szerintem nagyszerűen játszottunk, egy kicsit talán el is kényelmesedtünk abba, hogy ez ennyire könnyen ment az elején. Azért a másik félidőben egy kicsit megbosszult az magát, hogy olyan lazára vettük az elejét, és eladott labdák, illetve pontatlanságok jellemezték a csapatot. De amikor kellett, összekaptuk magunkat, és magabiztosan. Ez a 4 gól igazából nem tükrözi a mai meccs igazi képét. Kedves nézők, ez volt tehát az a mérkőzés, amelytől azt vártuk, hogy a Ferencváros csoport elsőként fejezi be a küzdelmeket. Hát ez történt. Egri Viktor, kérdezem, hogy van-e már melletted valaki, Viktor? Igen, Német András itt áll már, és a szünetben azt mondtam, hogy még talán nem lehet a negyeddöntőről beszélni, most már lehetne, de beszéljünk a mérkőzésről. A második félidőben voltak izgalmas szakaszok. Így van, nagyon leültünk, tehát valószínűleg az első 20 perc elég sokat kivett belőlünk, de hát ettől függetlenül, én azt gondolom fejben is, már azt gondoltuk mi is, hogy már csak a negyed döntőre kell készülni, és igen, pontatlanná váltam mind a támadó játékunk, mind a védekezésünk. Azért szerencsére komoly taktikai változtatásra nem volt szükség. Nem, igen, tulajdonképpen az ellenfél egy igen egyszerű játékot játszik, azt hiszem, hogy megmutatták, hogy miért voltak ideig a csoport első helyen, nagyon jó képességű játékosokról van szó, de igazából jelentős taktikai változtatásra nincs ellenünk szükség. Többen azt hozzák fel a Ferencvárossal kapcsolatban, hogy idegenben még nem olyan a csapat, mint amilyennek lennie kéne. Hát most ezen tud-e változtatni a Fradi a negyed döntői? Végül is mi idegenből elhoztuk Valenciából egy pontot, aminek senkinek nem sikerült. Pécsbe egy góllal kaptunk ki, Viborba 4-jel. Azt hiszem, hogy ezek a legjobb különbségek a csoporton belül, tehát én nem érzem úgy, hogy nem tudnánk idegenben játszani. Vélhetően a negyed döntőben a Bajnokok Ligája címvédője lesz az ellenfele a Ferencvárosnak. Hogyan készül majd a Fradi? Hát először is tulajdonképpen arra nagyon büszke vagyok, hogy bejutottunk a legjobb 8 közé. Ez volt a célunk. Ez volt a maximál célunk. 3 év alatt 3-szor jutottunk be, és az rajtunk kívül csak egy csapatnak sikerült, a Podgoricának. Tehát én azt gondolom, hogy igenis ott vagyunk keményen európai élvonalában. A Ljubljana az már egy sokkal nagyobb falat. Nekik esünk, megpróbáljuk. A maximál cél, azt mondta, azért gondolom, hogy most már változhatnak esetleg a célok. Na persze, természetesen soha nem lehet azt mondani, hogy idáig elég volt, és akkor nem akarunk tovább menni, tovább szeretnénk menni, hiszen nagyon fontos a kézilabdának az, hogy a magyar csapatok jól szerepelnek, én még bízom a Dunafert holnapi sikerében is, azért, hogy a magyar kézilabda megmutassa, hogy tényleg a világ élvonal a lábam van. Az, hogy itthon játszhatja a Fradi majd a negyeddöntő visszavágóját, mekkora előny? Biztos, hogy előny, de szóval a Ljubljana az egy nagyon komoly profi csapat, tele-tele idegen légiósokkal, nagyon jó játékosokkal, nem véletlenül nyerték meg tavaly a BL-t. Én úgy érzem, hogy ők az esélyesek. Most csak csoport másodikok lettek, a Fradi meg csoport első. Igen, de hát az egy gyilkos csoport volt, a Skopjéval, Volgográd, az nagyon senki nem szerette volna. Én azt gondolom, hogy ebből a variásból mi a legjobb ellenfelet kapjuk. Nagyon szépen köszönöm, és egyelőre akkor ennyi innen lentről, aztán majd játékosokkal még jelentkezünk. Köszönjük szépen,
Hát én köszönöm szépen, be, hogy végignéztek velünk ezt a találkozót. Én azt hiszem, hogy voltok az örömre. És ez, amit Németh András mondott azért, hogy a nyolc közé kerülni és éveken keresztül a legjobbak között szerepelni, hát az elmúlt években veled együtt, azért ez valóban nagy eredmény. Igen, mindenképp ez a András is úgy vágott neki ennek az idénynek, hogy nem tudni, hogy mire lesz képes a csapat. Tényleg az volt a cél, hogy megpróbálunk a csoport első, inkább mindenki a második helyet tervezte be, onnan tovább kerülni. Szerintem is nagyszerű eredmény, hogy elsőként tovább jutottunk innen a csoportból. Én úgy érzem, hogy a Ljubljana mindenképpen verhetőbb, a Skopjétól én inkább jobban tartottam, tehát most már akármi lehet. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, engednek ünnepelni, mert azért neked is jár természetesen, és visszaadnám a Viktorra. Pádár Ildikó éppen Sinko Lászlótól kapott egy-két puszit, és azt hiszem, hogy ki is jár neked, mennyire gyötört meg ez a mérkőzés? Alig hallok valamit, elég kemény mérkőzés volt, de én az igazából keményebbre számítottam. Csak az volt a baj, a második fél időben egy kicsit leengedtünk, és nem tudtuk azt produkálni, amit az első fél időben. Hát az első fél időben is, annak is a legelején te produkáltad a legtöbbet, elkezdted felpörgetni a csapatot a góljaiddal. Mégis ott az első fél időben nyitott védekezésnél több helyen volt nekem is, de miután visszamentek hatos falra, egy zárt falra, akkor most már nekem sem maradt annyi, és ugye a lövőknek, a kinti embereknek kellett az, hogy átlövésekkel hozzák fel a csapatot. Akkor ez az elején, ez tudatos volt, előre eltervezett? Természetesen egy nyitott falnál ott megvannak a figurák, és hát úgy kell mozogni, hogy egy olyan helyre érkezzem, ahol labdát tudok kapni, és hát ez az elején sikerült, mert akkor a helyeket hagytakodott, akár a befutónak, akár a beállósnak nagy helye volt. Számolod te egyáltalán azt, hogy hanyadik bajnokok ligája sorozatod ez? Hajaj, 93-ban beindultunk, és 94 óta folyamatosan. Ez a csapat hova helyezhető ezek közül a csapatok közül? Ez a spanyol csapat? Nem, a Fradi, a mostani Fradi. Én azt hiszem, hogy próbálunk mindig ott maradni az élmezőnybe, próbálunk mindig a csoportból tovább jutni, tavaly is sikerült, sőt, tehát majdnem döntött játszhatunk, de hát ez sajnos nem sikerült. És minél jobban azt szeretnénk, hogyha már egy nemzetközi kupa sikeredne, de hát ehhez tovább kell menni, és tovább kell nyerni a mérkőzéseket, ami nem könnyű egy ilyen mezőnyben már. Azért kérdeztem ezt, hogy hova helyezed a csapatot, mert sokan azt mondják, hogy a tavalyi Fradi sokkal erősebb volt, mint az idei, és most már csak egy fordulóra vagytok a négytől. Igen, szerintem az adhat inkább ilyen vitára okot, hogy én úgy érzem, hogy nem mindig, sőt, tehát a mostani időt, hogyha megnézzük utolsó egy-két hónapot, hullámzó a csapat teljesítménye. És ez a probléma. Szerintem azt kellene, hogy ezt tartósá tegyük. Tehát a Viborg ellen nagyon jól játszottunk, azt hiszem most is az első fél időben nagyon jól játszottunk. Hogyha ezt a formát meg tudnánk tartani, és nem lenne ez a hullám, hogy kicsit nyögben elős, kikapunk, hanem ezt a formát tartanánk, akkor az nagyon jó lenne. Azért az, hogy a Fradi a hazai BL meccsekre mindig össze tudja szedni magát, a védekezés is összeáll, így volt a Viborg ellen is, és a csapategység is, mint hogyha ezeken a mérkőzéseken lenne a legjobb. Ez azt jelzi, hogy a csapat rá tud készülni a fontos meccsekre. Igen, rá tud készülni, és azt hiszem, hogy a mostani világban ez nagyon fontos, az ember a nemzetközi porondon méretesse meg magát, és én azt hiszem, hogy ott jobban szem előtt van, esetleg még szponzorok is többen jelentkeznek, hogyha az ember ilyen szintet ér el, vagy legalábbis mindig próbál a BL-be maradni, a bajnokok ligájába indulni, és ez a jó. Tehát mindenféleképpen ezeket nyerni kell, ezeket legalább az itthoni mérkőzéseket. Nagyon szépen köszönöm, gratulálok, és itt van Sugár Tíme, aki érzésem szerint a mérkőzés egyik hőse volt. Tími, hát sokat beszélgettünk arról, igaz, hogy nem kamera előtt, hogy volt egy időszak, amikor a szélről a védés nem ment annyira, és hihetetlen sokat fejlődtél benne. Talán ennek is köszönhető az, hogy összességében a teljesítményed az utolsó két hazai bajnokok ligája meccsen hihetetlenül megugrott. Köszönöm szépen a dicséretet. Igazad van, hogy a szél egy kicsit kritikus pont volt a védésben, de a védőkkel együtt nagyon sokat gyakoroltunk az edzéseken, és eddig még ideig jutottunk, és majd meglátjuk, hogy hova jutunk. Az első fél időben még azt lehetett észrevenni, hogy ugye a Ferencvárosnál kialakított sánc-kapus kapcsolatok vannak. Megvan, hogy melyik lövésnél hova kell mennie a sáncnak, és hova a kapusnak, és tökéletesen működött. Tehát te elindultál, és a blokkban nem akadt el, akkor odajött, ahol te voltál. Így van, nagyon jó védekezés volt előttem, ami nagyban hozzájárult a teljesítményemhez.
és egy kicsit szabadabb volt most a kapussánc kapcsolat, mint szokott lenni, mert elég színesen lő a román lány, de sikerült megoldanunk úgy közös erővel. Te egy nagy videózó vagy, tehát az ellenfeleket szoktad vizsgálgatni mérkőzés előtt. A Ljubljanáról már van videód? Nem, még nincsen, majd először az András fogja megnézni, jellemzi, és majd utána odaadja a kazettát, hogy én is nézem meg, hát ha látok valami újdonságot. Nagyon boldog és jó videózást kívánok akkor a következő néhány hétbe, és azt, hogy legalább ennyire eredményesen védjél majd a Krim Ljubljana ellen. Köszönöm szépen és gratulálok! Kedves nézők, végezetül egy nagy-nagy Farkas Ágnes mosoly, Mocsai Lajossal beszélget, a női kézilabda válogatott szövetség kapitányával, akitől megtudhattuk ugye, hogy a keret hirdetése majd jövő héten kerül sor, és reméljük, hogy elcsitulnak a hullámok a lemondások miatt és a lemondások által okozott hullámok a női kézilabdában. De ne ezzel foglalkozunk most, hanem azzal, hogy a Herc FTC tovább jutott elsőként csoportjából, és a legjobb